Itt van velem a stúdióban ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum szakértője, jogi szakértője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És ha már ennél a titulusnál járunk, akkor hadd idézzek, mint a szervezet jogi szakértőjének nyilatkozata, embertelen döntésnek nevezte a kúria lépését. Miért? Igen, a Civil Összefogás Fórum állásfoglalása alapján ez nagy valószínűséggel a rendszerváltás óta az egyik legembertelenebb és legigazságtalanabb döntése a következményeit tekintve. Nyilvánvalóan itt nagyon-nagyon sokrétű jogi problémáról van szó, amely kapcsán a közvélemény meghányta vetette ezt a kérdést, megszólaltak a kormányzat részéről, nyilván magyarázatot adott a kúria. Mi összességében úgy ítéljük meg, hogy ebben a kérdésben a kúria több megoldás közül választhatott, és egy rosszabbik utat választott végezetül, vagy végül is ebben a határozatban. Ilyen értelemben mi nem fogadjuk el azt az álláspontját a legfőbb bírói testületnek, hogy nem volt más jogi lehetőség ebben az ügyben. Sőt, egyenesen a megsemmisítését kérik ennek a határozatnak. Igen, rögtön a döntést követően Csizmadia László elnök úr megkért arra, hogy vizsgáljuk meg, milyen további lépéseket, milyen további jogállami lépéseket lehet tenni az ügyben. És az alkotmánybírósági törvény lehetővé teszi, hogy a jogegységi határozatokat egy kvázi utolagos normakontrollal megvizsgáltassa az alapjogi biztos, így hát az ombudsmanhoz fordultunk és kértük, hogy kezdeményezze az alkotmánybíróságnál ennek a megsemmisítését. Alapvetően, ha visszakanyarodunk magukhoz a devizahiteles ügyekhez, a kúria jogegységi döntése vagy határozata milyen mederbe tereli majd ezek után az eseményeket ezzel kapcsolatban? Tehát hogyan változnak majd ezek a perek? Nyilvánvalóan látjuk a napi sajtóban pert nyertek XY bank ellen vagy Z ellen, és akkor most ez hogyan fog változni? Tehát most sorozatban a bankok fognak majd pereket nyerni? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Kiinduló pont az, hogy született egy jogegységi határozat több héttel ezelőtt, amely kimondta, és itt az a legfontosabb, hogyha elismeri az érvénytelenségi feltételeket a bank, akkor viszont keresetben kérheti, hogy elszámolásra kerüljön az az összeg, az a tartozás, amely az adós tekintetében fennáll. Ez ugye azért egy nagyon nagy akadályt képez egyáltalán a perindítás tekintetében, hiszen ha megtudja az adós, hogy a bíróság majd egy összegben adott esetben a bank szempontrendszere alapján megítéli ezt az összeget, amivel állítólagosan tartozik, akkor az őt nagyon nehéz helyzetbe hozza. Ugye maga a döntés, a jogegységi határozat kimondja, hogy általánosságban ezek a szerződések nem szilleltek, nem uzsorásak és nem jó erkölcsbe ütközőek. Hát gyakorlatilag minden olyan szempont le van igazolva az ő részükről, amiben perek során belekapaszkodtak a kvázi adósok. Mi is úgy ítéljük meg, hogy bár számos kérdésben nem döntött a kúria, ez, amit egyébként a kúria elnöke is megerősített, tehát, hogy általánosságban ki lett mondva ez a szempontrendszer a vonatkozó kölcsönszerződésekről, innentől nyilvánvalóan ez rányomja bélyegét a peres eljárásokra, de természetesen én is osztom azt a véleményt, hogy vannak lehetőségek majd későbbiek során egyrészt a kúriánál, az árfolyamgát, a kamat, vagy az egyoldalú szerződésmódosítások tekintetében, illetve az ezzel kapcsolatos perek kapcsán. Azonban azt se feledjük el, hogy abban az ominózus korábbi jogegységi határozatban azt is kimondták, hogy a 6%-os illetéket azt a tényleges követelés után kell majd megfizetni, szemben azzal a gyakorlattal, ami egyébként fennáll, tehát hogy egy meghatározatlan pertárgyérték után kellett fizetni. Ez azért baj, mert hogyha a 30-40 milliós követelés után kell majd állnia az adósoknak egy esetleges perveszteség esetén a 6%-ot, akkor nyilván alaposan meggondolják, hogy nem állnak-e a keresettől el, vagy pedig belevágnak egy perbe. Az Európai Bíróság döntésétől mit várnak? Az Európai Bírósághoz az egyoldalú szerződésmódosítások kapcsán fordult a kúria. Én osztom azon politikusi megnyilatkozásokat, hogy itt a hazai jogszabályi környezet alapján lehetett volna erről dönteni. Sőt, tovább megyek, számos hazai bírói testület erről a kérdésről, meg számos más fontos kérdésről döntött, másképp látta azokat, mint a kúria. Ilyen volt a pécsi, a szegedi vagy a fővárosi ítélőtábla. Ez utóbbinak a legfontosabb kijelentése talán az, ez a december 6-ai egyik ítéletében volt olvasható, hogy a
szerződés megkötésekor, illetve az egyes törlesztő részletek kifizetésekor, ugye e között volt egy ilyen árfolyam ingadozás, vételi és eladási ár, és erről kimondta a fővárosi ítélőtábla, hogy ez valójában csak egy matematikai számítási mód, tényleges devizavétel eladás nem történt a bank részéről, most ezt a verdiktet sem vette figyelembe a legfőbb bírói fórum. Nyilvánvalóan azért elégedetlenek azok, akik valamiféle hát mentőövként számítottak erre a kúria döntésre. Nyilvánvalóan felmerül a kérdés, és joggal merül fel a kérdés, hogy milyen további lépések vannak még ebben az ügyben, amit meg lehet tenni. Mielőtt azonban erre rátérnénk, ön előtt van a részletes indoklása ennek a határozatnak, és még így a beszélgetés előtt azért felvetődött egy-két problémás rész ebben. Mi lenne az? Igen, nekünk alapvető problémánk volt azzal, hogy ki merte jelenteni, nyilván az idő rövidségére is, ami a jogegységi határozat megszületéséhez vezetett tekintettel vagyunk, amikor ezt vitatjuk, ezt az álláspontot. Nos, tehát kijelentette a kúria, hogy devizában adósodtak el a felek, és ugye itt a jó erkölcsbeütközés sem áll fenn, és az uzsorás jelleg sem tapasztalható ezen szerződések kapcsán. Átolvasva a jogegységi határozat indoklását, nyilván több ponttal lehetne vitatkozni. Én egyet emelnék ki, ez egy nagyon beszédes mondat. Arra hivatkoznak a jó erkölcs körében, hogy a deviza alapú kölcsönszerződéseket megkötésükkor a társadalom nem ítélt el. Hát számos olyan konstrukció van, számos olyan jogsértésről beszélhetünk, akár a pénzügyi világban, amiről az elején nem tűnt úgy, hogy jogsértés lesz belőle. Mondjuk indult egy piramis játék, ami az elején abszolút törvényesnek nézett ki, és utána derült ki róla, hogy bűnözők vannak a háttérben, és bűncselekményeket követtek el. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy, és az a meglátásunk, hogy gyenge lábakon áll ez az érvelés, csak néhány szempontot hadd vessek föl e körben. Megközelítőleg 800 szerződést néztem át elnök úr kérésére, amikor kijött ez a határozat, ebből körülbelül 40 volt releváns a jó erkölcs és az uzsora körében. Van például egy olyan iránymutató felsőbírósági határozat, amely kimondja, hogy jó erkölcsbe ütközik akkor egy szerződés, hogyha a másik fél hátrányos helyzetét kihasználva úgy ad az egyik fél kölcsönt, hogy majd olcsóbban jusson az ingatlanához, nyilván a biztosítékok, például a jelzálók kapcsán. Vagy, nem egy embert hittek el bilincsben ezért, csak hát ezt egy másfajta hitelnek hívták. Így van, vagy az uzsora körében kimondta, hogy a legalapvetőbb szubjektív szempont, hogy kihasználja a másik fél kiszolgáltatott helyzetét úgy, hogy tud ezekről a feltételekről. Hát nyilván, amikor az adósvizsgálat megtörtént, akkor pontosan tudták, hogy ha megugrik esetleg a törlesztő részlet, akkor már nem fogja tudni a fizetéséből fedezni a kölcsönt, és rá tudják tenni a kezüket hát, a bankok. Bizonyos hiteleknél maga a fizetés sem volt elég fedezett. Az ingatlanokra bőven lehetett találkozni ilyen esetekkel. Viszont akkor kanyarodjunk vissza oda. Mi lehet a megoldás? Tehát mindenki másra gondol. Egy dolog biztos, hogy magát a kúria döntését nem fogadják el, ilyen és olyan indokoknál fogva, amiket itt az iméntiekben is vázoltunk. Akkor mi lehet a megoldás? Valamiféle kormányzati közbelépés, tehát ők lehetnek azok, akik egyszerűen elejét veszik ezeknek az ügyeknek, és azt mondják, hogy mától ennek így kell lennie. Így van. 2004. októberében az akkori Budapesti Értéktőzsde kiadott egy közleményt, amelyben felhívta arra a figyelmet, most a lényeget mondom, hogy bizonyos könnyen bekövetkezhet és bekövetkező feltételek nyomán sokkal kockázatosabb a devizahitel, mint a forinthitel, és drágábbak lehetnek a törlesztő részletek. Ehhez képest 2010-ig gyakorlatilag semmilyen adósbarát intézkedés nem tett meg az akkori Nemzeti Bank vagy a kormányzat, és miután a kúria, ha részlegesen is, de az alapvető kérdések tekintetében eltolta a felelősséget magát, és terítette azzal, hogy az Alkotmánybíróságra, illetve a kormányzatra mutogat. Mi egy alternatívát javaslunk a civil összefogás fórum részéről, mégpedig a következő formában.
A rendszerváltás után, amikor az állam beavatkozott lakáskölcsönszerződésekbe, akkor ezt a kérdést vizsgálta az Alkotmánybíróság, és a 32/1991-es határozatában rögzítette, hogy ez alkotmányos, tehát bizonyos súlyos társadalmi változások esetén, vagy komoly társadalmi változások esetén nagy tömegben előforduló szerződésekbe belenyúlhat jogszabállyal az állam. És én ezen felvetés kapcsán megkerestem az egyik akkori bírót, aki részt vett abban a testületben, és megerősítette nekem azt, hogy igen, nagy valószínűséggel ez a modell ez alkalmazható lesz. Itt ugye a hivatkozási alap lehet például a gazdasági válság. Tehát ezt a javaslatunkat felvetettük, ilyen értelemben megküldtük a jogalkotónak. A Civil Összefogás Fórum örömmel tapasztalja, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke valami hasonlót vetett föl éppen a mai napon, olvashattuk, így hát bizakodással tekintünk előre. Azt minden esetre a CÖF úgy látja, hogy az eddigi átmeneti kormányzati intézkedések azok logikusak és megfelelőek voltak. Nyilvánvaló, de mit jelent ez majd a bankszférában, hogyha esetleg ez így alakul? Azt látjuk, és hát természetesen ezzel is lehetett volna kezdeni a beszélgetést, hogy az elsődleges felelős az mindenképpen az a pénzügyi rendszer, aki ezt hagyta, és aki megítélésünk szerint számolt azzal, hogy ilyen súlyos helyzetbe kerülhet több százezer magyar család. Úgyhogy e vonatkozásban változatlanul fenntartjuk a korábbi álláspontunkat, és azt gondoljuk, hogy azokat az eszközöket, amelyeket például a Veselényi tervben a CÖF lefektetett, sikerrel tudja alkalmazni a jogalkotó. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, várjuk a fejleményeket. Köszönöm én is. Viszontlátásra.